Sikerült végül eloltani Jászberényben az irányi Dániel utcában kigyulladt melléképületet, számolt be róla német Ádám katasztrófa védelmi szóvivő. Az oltásban három szabadnapos tűzoltó is segítkezett, egy heggesztő diszupalackot pedig mesterlövészek kilőttek. Mint kiderült, mégiscsak felrobbant egy gázpalack a tűzoltók kiérkezés előtt. Ennek maradványait megtalálták. Információink szerint a balesetben egy személy megsérült, őt mentő helikopterrel szállították kórházba.